A téli időszak nem a legkedveltebb az atléták körében, ugyanis a december és a január az erőgyűjtésről szól. A nyíregyházi dobók az elmúlt szezon követő pihenő után november elején kezdték el a felkészülést. Az NVSC Tiszavasvári úti edzőtermében jónak mondható körülmények között tartja a tréningeket Kerekes László, akinek 4 tanítványa is korszakváltáshoz érkezett. Kerekes Dóra, Kerekes László, Káplár János és Szikszai Róbert eddig ugyanis az utánpótlás korúak között versenyzett, az idei évtől viszont a felnőttek között kell majd helytállniuk. Az edző szerint időre van szükség ahhoz, hogy tanítványai beleerősödjenek a felnőtt mezőnybe. Itt dől el, hogy kiből lesz majd felnőtt versenyző, tehát az utánpadlós korig azért, hogy is mondjam, tehát lehet eredményeket elérni, aztán sokkal nehezebb lesz, hogy hiszen itt összesűrűsödik már a mezőny, ezért most egy pár évig azt kell elérnünk, hogy utolérjük a felnőtt mezőnyt, és beleerősítjünk ebbe a korosztályba. Lesz ugye egy felnőtt világbajnokság, ami nem igazából ő az a fő cél, az Unió LZRD a fő cél, ami Kínában lesz, erre próbálunk összpontosítani, és hogyha nagyon jól sikerül a felkészülés, esetleg a felnőtt világbajnokságra kijutni. A junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes diszkoszvető Szikszai Róbert már 2 felnőtt kontinens viadalon is dobókörbe léphetett. A londoni világbajnokság kvalifikációs szintje 65 méter, amit szeretne elérni a nyíregyházi atléta. Mindenféleképpen szeretnék sok versenyen részt venni, nemzetközi szinten, és a 65 métert megdobni. Ez a 60 méter tavaly már beállt, most ezt szeretnénk egy 61-62 méterre bestrebizálni, és akkor abból meg lehet a 65 méter. Kerekes László tanítványai a jövő hét végén súlylökésben már rajthoz állnak a nyíregyházi fedett pályás versenyen. A dobó Európa kupát március elején rendezik a Kanári-szigeteken. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a nyíregyházi indulók a verseny előtt edzőtáborozni utaznak majd Spanyolországba.